A 2020-as turisztikai szezon kastély látogató számainak adatai meghaladták a várakozásokat. Annak ellenére is, hogy a járványügyi korlátozásoknak eleget téve jelentősen csökkenteni kellett az épületekbe egy időben beengedhető vendégek számát. Ezt Glázer Tamás, a Nemzeti Örökség Védelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója közölte az MTI-vel. Hozzátette, a hazai kastélyok, várak, műemlékek látogatószám rekordjai június óta folyamatosan dőlnek meg. Közel 50%-kal többen látogatták meg ezeket idén augusztusban, mint az előző év hasonló időszakában. A belföldi turizmus népszerűségét a nyíregyházi utazási irodák is érzékelték. Az emberek egyrészt ugye azért, mert nem utazhattak külföldre, másrészt ugye a saját félelmeik miatt ugye a koronavírus mindenkinek egy ismeretlen dolog volt, ezért inkább a belföldi szálláshelyeket részesítették előnyben, és itthon maradtak nyaralni. A szokás szerint el lehetett mondani, hogy az idén nyáron is azért mindenki hallotta már eddig is, és saját maga is érezte, hogy a Balaton az ugye évek óta viszi ugye a prímet a magyarországi nyári nyaralásokban, tehát ez az idén sem alakult másként. Ugye szerintem a Balatonra már jó előre ki lehetett rakni a megtelt táblát. Ugyanakkor, ami egy kicsit másként alakult az idei belföldi turizmusban, hogy amikor elindult a turizmus, akkor az emberek még inkább a magánszállásokat foglalták, de nem csak a Balatonon, hanem például itt a megyében is. Például a Tiszató környékén, hiszen elsősorban a vízparti területeket keresték a pihenni vágyók idén nyáron. A térségünkben nem emeltek árat a szállásadók, a Balaton környékén azonban drasztikus drágulással is lehetett találkozni. A híradónk által megkérdezett utazási irodában sokan foglaltak szállást hegyvidéken is, és helyezték előtérbe a túrázási lehetőségeket. A korábbi években ez az őszi szünet idején érte el a csúcspontját, idén viszont a koronavírus másképp alakította a foglalásokat. Nagy csalódás volt most az őszi szünet, mert ugye korábban az őszi szünet alatt is nagy mentek belföldre is nagyon-nagyon sokan. Most viszont akinek volt foglalása őszi szünet idejére, még az is lemondta, mondván, hogy inkább biztonságosabb most otthon, és ezt a pár napot inkább otthon töltik el, legfeljebb kirándulgatnak a környékén. Tehát nekünk az őszi szünetre sajnos visszamondásunk volt, és én úgy gondolom, hogy most azért lehetett hallani, országosan sem telítődtek úgy a szállodák, mint hogyha visszagondolsz arra, hogy mit tudom én, a tavalyi évben, amikor egy hosszú hétvége következett, akkor ugye minden híradás arról szólt, hogy a szállodák már hetekkel előre telítődtek. Most sajnos ez a telítődés nem volt meg, pontosan azért, hogy most ugye újra egy kicsit felfutott ez a koronavírus, és az emberek azt mondták, hogy inkább rövidebb kirándulásokat tesznek, otthon maradnak. Emellett a szilveszteri foglalásokat is sorra mondják vissza a magyarok. Míg az elmúlt években folyamatosan érezhető tendencia volt, hogy a karácsonyt is szállodákban töltik a családok, idén várhatóan ez is másképp alakul majd.